Kedves művésznő, tisztelt művész úr, államtitkár úr, kedves díjazottak! Kivételes helyzet, én nagyon sok díjat szoktam átadni, de olyan, hogy a díjnak a névadója is jelen van, azért az ritkán szokott lenni, mondjuk egy Arany János ösztöndíjnál ez érthető, vagy bizony Kodály Zoltán ösztöndíjnál is ez érthető, hogy ez nem fordul elő. Annál nagyobb öröm, hogy van valaki, aki már az életében díjat alapít, ösztöndíjat alapít, valóban ez egy kivételes helyzet, és ezért egy kicsit zavarban is vagyok, hogy most akkor mi is. Egyrészt már lemozog ez a mikrofon, azért is. Most már kevésbé vagyok zavarba, szóval kiről is szóljon ez a köszöntő, hiszen ez a dolgom, hogy köszöntőt mondjak. Logikus lenne, hogy Vásári Tamásról szóljon, de hogyha most Vásári Tamás méltatnám, akkor egyrészt a mai napi program ezzel ki is lenne pipálva, hiszen ez nagyon sokáig tartana, mert mondhatok talán ennyi személyest, hogy az emberi élet léptékével mérve rövid barátságunk ideje alatt is annyi minden dologgal gazdagította az én életemet, hogy ez egy hosszú beszéd lenne, én pedig rövid beszédet akarok mondani. Meg talán ellene is mondana a díj logikájának, hogyha valaki díjat alapít, ösztöndíjat alapít, akkor nyilván azt szeretné, ha azokról és arról lenne szó, amiért a díj alapult, és nem pedig feltétlenül róla, bár fontos a név. A név az nagyon fontos, hogy milyen nevet viselünk, és kinek a neve alatt kapunk elismerést, vagy éppen bírálatot, vagy elutasítást, az mindig számít. Hogyha negatívan akarok fogalmazni, azt szokták mondani, nem azt kell nézni, hogy mit mond, hanem hogy ki mondja. Most itt szerintem érdemes nézni azt is, hogy kiről neveztük el ezt az ösztöndíjat, meg azt is, hogy miért is neveztük el, mi is az oka ennek valójában. A díjazottakról majd a laudáció fog szólni. Én akkor hagyj beszéljek egy kicsit a díjról és annak az üzenetéről. Emlékszem, amikor 80. éve felé közeledett Vásári Tamás, akkor gondolkoztam rajta, hogy mégis mit adhat a magyar kormány valakinek, aki már minden kitüntetést azért nem bezsebelt, hanem megszolgált, mert hogy valóban szolgálat az ő művészete. És hát akkor mégis hogyan fejezzük ki azt, hogy fontos számunkra, hogy egy ilyen kincse van Magyarországnak, mint Vásári Tamás, aki ezért az országért nagyon sokat tett, nagyon sok áldozatot hozott. És akkor jött ez a gondolat, hogy valahogy az ajándékkal, amit neki adunk, fejezzük ki azt, amit az ő élete lényegének tartunk, és én akkor ezt így fogalmaztam meg a születésnapján, hogy az ő életének a lényege az adásnak a gesztusa, hogy ad. És akkor be is jelentettük azt, hogy egy két részes ösztöndíjat alapítunk, egy zenei ösztöndíjat és egy önkéntes ösztöndíjat, mert támogatni szeretnénk a közösségért, az országért, a nemzetért, a társadalomért tennivágyó fiatalokat és az ifjú zenei tehetségeket. Olyan embereket, akinek az életében az adni legalább olyan fontos, mint a névadónak az életében. A zenei ösztöndíj célja természetesen az, hogy az ifjú zenészek szakmai munkáját, művészeti tevékenységét ösztönözze. Az önkéntes ösztöndíj célja pedig az, hogy a kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyt támogassuk, és meg van határozva a cél is, hiszen elég furcsa egy önkéntest ösztöndíjjal támogatni. Az ösztöndíjnak az a célja, az a tartalma, hogy dokumentálja azt a munkát, amit végez. Tehát azt az önkéntes munkát mutassa be a nagyobb közösségnek, a társadalomnak, lépjen vele a nyilvánosság elé, hogy másokat is ösztönözzön az önkéntes tevékenységre. Ezeket a díjakat évente egy-egy személy kaphatja meg, és a havi összege az nettó 100.000 forint fejenként. Különbözőnek tűnhetnek ezek az ösztöndíjak, mégis kapcsolódnak egymáshoz, és akkor térjünk vissza a lényegéhez, az üzenetnek, az adni. Adni, az adniról az embernek jó értelembe vett szolgálat jut eszébe, és ha eltérő formában is, de mindkét mai díjazott is abban sikeres, hogy ad valamit az embereknek, a nagyobb közösségnek. Azon dolgoznak, hogy az egyéniből közösségi legyen, és az egyszeriből többszöri legyen. Hogy a pozitív érzések és értékek ne szigetelődjenek el, ne maradjanak magántulajdon, hanem váljanak egyre inkább közösségügyé, általánossá, mondjuk így a mindennapi életnek a részévé. Önök közül az egyik a művészettel, a zenével, annak minden meghatározó erejével ad,
és hogyha szabad ezt itt szóba hozni, azzal is, hogy még akkor is, ha fogyatékkal él, mégis teljes életed él. Ez egy nagyon fontos példa, ami mindig megszégyeníti azokat, akik úgy gondolják, hogy ők aztán teljesen egészségesek, és közben meg nem képesek teljes életet élni. Ez nagyon fontos tanítás lehet, és egy nagyon fontos üzenet lehet. Hiszen a művészet az csak az azonosuláson keresztül közelíthető meg, mint ahogy az önkéntességnek az alapja is az azonosulás, az, hogy tudjunk azonosulni a feladattal és azokkal, akiket, hogy is mondják a szakmában, a célcsoporttal. És hát az azonosulás az pedig minden emberi érzelemnek az alapja, felülírja, megszünteti a közönyt, és értelmet, értéket ad az emberi kapcsolatoknak. Azonosulás nélkül nincs szeretet, szerelem, barátság, kötődés, de még csak igazán jó kollegiális kapcsolatok sincsenek. Az azonosulás hatására túllépünk saját határainkon, új értelmet nyer földi tevékenységünk. Nem csak magunkért, hanem másokért is élünk, és ha lehet megfogalmazni így az adásnak az értelmét, az adománynak az értelmét, azok az adományok, azok az ajándékok, amiket azért adunk, hogy magunkat helyettesítsük, vagy magunkat kiváltsuk, hogy nehogy már magunkból kelljen valamit adni, azok a hamis ajándékok, azok elidegenítenek. Karácsonykor szoktak ilyen problémái lenni az embernek, hogy benne vagyok az ajándékban, amit adok, vagy nem vagyok benne, vagy csak letudtam ezt a dolgot, valamilyen módon kimentettem magamat. És ha tovább megyünk ezen az úton, akkor végül is kiderül az adománynak a lényege. Végső soron, ha belegondol az ember, akkor tulajdonképpen semmit nem tudunk adni a másiknak önmagunkon kívül. Vagy adjuk magunkat, vagy nem adjuk. És ha nem adjuk, akkor hiába adunk ajándékot is. Úgyhogy, ha szabad ezt a művész úr nevében is mondani, majd a pohárköszöntőben az ebédnél majd kiigazít, ha ez nem így lenne. Vegyék önök is úgy ezt az ösztöndíjat. Mi a minisztérium, a kormány is úgy vesszük, hogy ezzel Vásári Tamás egy kicsit saját magát adja, azt, ami az ő lényege, ami kiderül, ami üzenet. Az üzenet, ugye így szól az önéletrajzi kötetnek az első kötetének a címe, üzenet. Üzenet, ami azt jelzi ugyanakkor, mert ez a másik része az adománynak, meg az ajándéknak, hogy aki ad, aki igazán ad, az mindig kap is. Ha nem is rögtön, ha nem is azonnal, ha nem is pont azt, amit szeretne, de valamikor egyszer mégiscsak eljön a visszaszolgáltatás, tehát aki ad, az kap is, és ez az üzenet azt hirdeti, hogy rengetegen vannak ma ebben az országban, akik segíteni akarnak, és ezen a segítségen keresztül szeretnék jobbá és szebbé tenni másoknak az életét, úgyhogy hagyd mondjam azt, hogy egyúttal ez az önkéntességnek a felértékelése is. 50 óra közösségi munka, amit várunk azoktól, akik érettségizni szeretnének Magyarországon, és hogy ehhez kedvet csináljunk, és ez a kötelező valóban önkéntes legyen, valóban szívből jöjjön, ahhoz nagyon fontosak az önkénteseknek a teljesítményei, és fontos, hogy erről minél többen meggyőződjenek. És egy kicsit azokra a szellemi területekre kalandozva, amikről már együtt Vásári Tamással beszélgettünk, a végére egy Gandhi idézetet hoztam, amiben szerintem benne van a mai nap lényege. Mahatma Gandhi azt írja egy helyen, önmagunk megtalálásának a legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatába. Köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm, hogy ezt teszik.